Bárki kipróbálhatja a korcsolyázást Óbuda Békásmegyeren, hiszen az adventi időszakban a Főtéren és a Csobánka téren is működik ingyenes jégpálya. Megfelelő időjárás esetén akár februárig is lehet majd itt korcsolyázni. Gyere, szép lassan elindulunk, és megpróbálunk fékezni. A kerületi általános iskolásoknak a Gepárd jégcsarnokban nyújtanak korcsolyaoktatást az önkormányzat támogatásával. Csiki Attila, az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. Vezetője beszélt a részletekről. Az önkormányzat finanszíroz azt, hogy meghatározott iskolák bizonyos ütemben, egy-egy ütemben 11 hét alatt 180 gyerek, a tantervbe beilleszkedve, tehát az órarendbe beilleszkedve eljár. Elszállítjuk őket, ott órát kap, képzést, oktatást, és megismerkedik a korcsolyázás alapjaival. Ez 2015. szeptember óta folyik, így már 8 iskola, 540 diákja vehetett benne részt, folytatódik jövőre is. Lényegében a tavaszi és az őszi tanév során egy-egy turnust tudunk így lebonyolítani. Mindig 2-3 iskolából származik ez a 180-180 gyerek. De aki nem tud még korcsolyázni, az se szomorkodjon, hiszen a hétvégenként a Főtéren és a Csobánka téren is igénybe lehet venni az ingyenes korcsolyaoktatást. Jöjjenek el minél többen a kerületi jégpályákra, szórakozzanak, sportoljanak!